javaslatok közül a hetedik két áldozatomnyi díjat Gyóni Kézának ajánlott a bizottság. Felkérem Várni Fábián László költő, író, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagját, bizottság tagját, a rövidített méltatás ismertetését. Virágoznak ma méltatására aztán, hajszolhatnám én a kimerülésig jelenet, minden igyekezetet hiába ad lenne. A Gyóni Géza valóban halott volna. A költők életét azonban nem a koporsó, sokkal nagyobb és illetékesebb úr, maga a felet is szokta lezárni. Ebből kiindulva állítom, hogy Gyóni Géza a magyar irodalom történetben nagy helyzetére. Sokan ma sem értik, hogyan maradhatott fenn, tárgyától gondosan távol tartott. Az agyenkában is lesajnált, gyors felelésre ítélt költő az irodalmi központot felszívni. A kérdésre többen is kerestünk a választ, hadd tegyek hát én is egy rövid kérdést. Mindössze 10 éves lehettem, amikor az apám polgáriskolai magasműfélében megfogott mélyről parányról tekintete, és 50 múlhattam, amikor Székesfehérváron szobrával szemtől szembe állva ismét belenézhettem abba a beszélő szemtárba. Megfáradt, kőhalomra vagyok alatt a gazdája, még sincs rajta semmi számítalom, mert a költő legendarúsként él már bennünk, és szellemi értéktárunkban jegyezte el verseny tanulmányozatot. A régi olvasókönyv ezért most újra kinyílik, és megszólal az általam elsőként megismert Gyóni Kecs. Látok pajtás a gönc összekerét, rúgja mutatja a hazai tájat. Szép kedvesen most írja a levelét, jó a csillagnak, az már olyan. A kisfiam első álmából talán most ébredt el a jövőjében, és századszor kérdezik. Hol van az apám? Ő azt mondja, majd mesélni készít. De húzunk csak pajtás ehhez közelé. A golyó a földet, ott mind kivágta. Jobb lesz nekem a tetekő helyet. Kicsit fiam, ne lárjunk magába. Nekem nincs fiam, aki hazavárja. Fönn a sárpattól végtünk mutat. Két magyar vitéz beszélhetek a sárcot. Minden jó, dicsőd az Urat. Van ennek a műnek valami jelenlő, meg nem fogható varázsa, amely maradalmi nyomot hagyott a legtöbb orvosokban. Minden állat ez a hatás, adódik mindjárt a kérdés. Egyszerűség ellenére és emelkedett hangjában, drámaiságában, vagy szerényen megnőztetünk pacifis környezetében. Mindegyik megközelítésük az is fontos, de én az inspiráló élmény hitelességét, az ábrázolás tisztaságát, a szereplők morális tehetetlenségét emelni ki a sorsokban. Mindez kissé furcsán is hangozhat, hisz a vers születése volt csak a háború kezdetén járán, amikor hazafias szólalok még magabiztosan uralják a légkört. Itt azonban egy humanista lelkületünk, a kor politikai vártányban ösztönösen tájékozódó alapú versbeszédével találkoztunk, az érintette meg az olvasót. Lássuk hát, ki is vagy a Gyóni Géza. Áhím Mihály evangélikus lelkész fia, a pestegyi gyónon látta ezt a kiválat. 1884. június 25-én, 1917-ben
ezen napon zárul meg a szemünk, a szívünk a szolgálatunkban. A két dátum közt mindössze 33 év érkezett felsorakozni, nézzük már, mire volt elegendő ez a Krisztusi idő. Érkezéséről, a földi életben kijelölt szerepéről, a sikerüléséről, az adi hangját, a közösségi pályákhoz kezdő poéta még így gondolkodik. Harcokra, ötvöző harcokra, apám, etesre rám. De a lelkem halkének olyan, zengeni kezdő sírásokra, poéta, szentölt az anyám. Tanulmányait még szülők hangjáról kezdni, majd szarvasok, és a végzősök egy főgépházunkban. Evangélikus teológiai képzésre Pozsonyba jelentkezik, de végül, hiszen Görgőnek készül, más pályatársához hasonlóan újságírónak állunk. Első verseit a Pozsony környéki lapok közlik, majd a nyugat-magyarországi kiadónál kapálás. Jönnek hamarosan a versekötetek is. Aztán a nyugat-magyarországi igen, versekötetei, aztán a Sopronyi naphoz később a Bácskai kiadós sodorja sorsra, míg hiben kinektől az első világháború, és a korábbi orneumogi bóttartalékos közlegény 1914. augusztus 1-én elindul egyenesen a galiciai semmiségbe. Az oroszok által körbezárt erőn első ostroma szeptember közepén kezdődik. A szemben álló felek elégette csak tapogatják egymás képességét, de 3 év múlva október 6-a éjjelén rászabadul a végünkből valóságos pokol. Ez az a bizonyos éjszaka, melynek elviselhetetlen terhe világosságban az első igazán nagy gyógyítása, a csak egy éjszakára című költemény. A vers, amelyet nyugodtan nevezhetünk az újabb magyar háborúellenes költészeti videójának, a pápos fogunkat, a szálba keresőket, az uzsoradalat fogunkhoz az erőket, a hitetleneket, az üzérkedőket szólítja meg, őket vonják, rángatják magukkal, a megállíthatatlanul önfőjük versről. Tapasztalják csak meg maguk is azt a bizonyos halálcsináló éjszakát, mikor a drámák múltán iszók közepén úgy forog a férfi, mint a falvén, és mint a földre adik. Ó, iszonyú mondás, szép pirosú tízből, csak felkecsolták. Ma többnyire ebből kemény napján, a robbanások pillanatok végénél áll összevező gyógyítés az emberi és költői lesznek, míg erőtlen bajtársai és a hátországi olvasók azért rendelnek érte, mert a leghitelesebb dolgokról való, a lélekhez szóló, lélekhez szóló lélek. A távoli újságnál a Bácskai Gilda, majd hamarosan a Budapesti Gilda és büszkélkedett a hátból mondható szépségükkel. A második ostrom viharában karácsony előtt megjelenő lengyel mezőkön távol tűz mellett a című kötetének írásai még tele vannak bizakodással, szerelmi költeményei reménykedéssel. 1915. január 20-án még büszkén írja haza, hogy most mondják a 11. bővített kiadást, melynek élén Weber távolgók levele hirdeti, hogy az a sebet, mely katonáinak lelki honkultjára még gondoskodni tud, csak győztes lehet. A sereg azonban a legkiválóbb lelki honkult ellenére sem győztek. 1915 márciusában az erődöt átjárni az oroszoknak, és kezdetét veszik a hadifogság. A költő testvérpártól Ákin Mihály főnöknek tiszti szolgájaként, majd annak oltalmában indul a szibériai szenvedés, a teljes kilátástalanság, a végső távolságban. És nem csak az életet ért ezáltal célegyenesen, ereszkedőre fordult a költői pálya is, kezdetén teszi Gyuri költői váltás mondjára, de tanulkozások. A levelek a Kálváriáról címmel összeállt vers ciklusok, Milkánkunk darabjait már nem a halászerre, hanem az emberi életért, az embernek annyi jogon járó szerelemért való vágyódás, a magas reménykedés érzését mondják róla.
akkor azt mondjátok, hogy napok egyhangúságaikon mégis megszakadnak, és lakatnak órák, amelyek rádöntik Gyuri Géza figyelmét az osztály különlegességeire. Bogácsának Gyuri sütett szalma is volt, egy fény egy gyertyús karikázatára. Búst akkor égen néhány szél hangon, szégyen hosszú blokkolosságára. Ha már a pályára látod álltam, az általa nagyon esetben tolosz kultúrosan hagytak a lelkét életetlenül. Puskin vagy lelke, tolosz vagy turgény, idegen csillag, nem semmiket lakói, ti sem tudnátok itt csak átkozszolni, csak megátkozni önből végre. Gyóni tudja, érzi, hogy a harag terpére búcsúti nem szabad. Ezért egy újabb versen erősítésért, lelki munícióért fordult Dostojevszkijhez köszönjéhez. Azt tudakolja, hogy a hallgató mester elszálló sóvajában áldás vagy átkod körülötte a világot. A válasz a nagy regényű szövegélesen méltatlan. Rég volt képesek mozgatott a víg, kiket szerette egy búcsúti mesírása, és halkan szólott annak Grigorjevnek. Ő mindent érte, mindent megbocsátott. A tömör és vörös válasz meg a regényű és a olvasói elvárásokat is kielégíti, de üzenetét kereste rá, hogy a döbbenet is előtt fel benne, a haláltudattal, a hátrahagyó világban lassan végül készülünk Dostojevszkij Gogolyék különbözőre. Méltó elégtétel lehetett számára, hogy még időben eljutottak hozzá az otthoni kiváló pályázás, Reményi Sándor méltató szóra. Nagyon sokan nincs Gyóri Gézának írta 1915-ben, amely ne élményből, nagyszerű lelki élményből. Az ő versében csak ugyan a rányátok van és a halál szeresülni, hogy bár szíve szerint tradicionális ösvényeken jár, s művészi formája régiek emlékeztetnek, akarok ellenére is árban jutatva sok egészen modern érzéssel. A tradicionális költő nem kerülheti el sorsát azt, hogy a világháború specialistája legyen. És ha egy versében azzá lesz, akkor a legnagyobb, és azokban a legnagyobb szívek, a hadékenyérre sütött aranypénz, akkor csengött a legszíves szólókban, akkor villámlik legnagyobbakat. Ma itt a magyar tudomány és a kultúra kitüntetett helyén az emlékén végéhez közeledve ismerjük el, hogy Gyóni Géza a szélsőségek között csapongó kritikai fogadtatásában Reményi Sándor mutatta számunkra az aranyközéputat. Ezen haladjunk át, ha azt érezzük, hogy van még útunk a magyar örökségdíjas Gyóni Géza felé. Kőszegi Zoltánirat, Davas polgármesterét, Kottár Sándorirat, a Davasi Gyuri Géza általános iskola igazgatóját, Valenki Ferenc, egy történész, és Petrúci Attilámé, a Davasi Gyuri Géza Gyuri Géza Egyesület elnökét, hogy tárgyalatára dolgozott.